Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió keddesti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! Idén is átadták a Gyémánt Híd díjat. John Smith Makón is összekuszálta a szálakat. Egységben az erő. Makóváros önkormányzata nevében Farkas Éva Erzsébet polgármester az idei esztendőben 224 felső tagozatos és középiskolás kitűnő tanulót, valamint kiváló sportolót köszöntött. Ugyanezen az eseményen adták át a Gyémánt Híd díjat is, melyet minden évben egy nyolcadikos diák vehet át. Talán túl hamar jöttél, most mégis úgy tűnik, hogy késdel. A 2018-as X-faktor döntősével a Stolen Beat formációjának koncertjével örvendeztették meg a diákokat, ezzel is megköszönve azt az alázatos munkát, melyet a tanév során végeztek. Farkas Éva Erzsébet polgármester köszöntőjében kiemelte, nagy öröm számára, hogy ennyi tehetséggel büszkélkedhet a város. Hogy ezekkel a talentumokkal hogyan fogtok majd sáfárkodni? Bízom abban, hogy a legnagyobb bölcsességgel. Úgy, ahogyan ezt tettétek eddig is. A tehetséget kitartással, olykor talán sok-sok önfeláldozással, de mindenképp szorgalommal és türelemmel hordoztátok. Nagy valószínűséggel csak így érhettétek el ezeket a kiváló eredményeket. Az eseményen a makói középiskolák, valamint az általános iskolák felsős éveseit köszöntötték, akik oklevelet, tornazsákat és ajándékutalványt vehettek át. A hagymaház színpadára összesen 224 nebulót hívtak fel. Köztük volt a Kálvin téri református általános iskola végzőse is, Pásztor Viktória Blanka, aki szorgalmának és kitartásának köszönhetően kitűnő bizonyítványt szerzett. Borzasztóan fárasztó volt, mert én most nyolcadikos vagyok, és ugye felvételi volt, szóbeli és írásbeli, és rengeteget kellett rá készülni. Ráadásul nekem középfokú nyelvvizsgát tettem, és arra is még többet kellett ugye gyakorolni. Azért nagyon-nagyon nagy volt a hajtás, de megérte. Ugyanezen a napon került átadásra a Gyémánt Híd díj, melyet Makóváros önkormányzatának képviselőtestülete a József Attila centenáriumi év keretében hozott létre. Az elismerés annak a makói fiatalnak jár, akinek tanulmányi eredménye felső tagozaton legalább elérte a 4-es átlagot, valamint kitűnő versenyeredményekkel büszkélkedhet. 2019-ben az elismerést, a vele járó laptopot és egyéves internet előfizetést Petrovics Krisztófer, a Makói Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulója vehette át. Ha az összeset így nézzük, akkor 4,5 körül volt. Kedvenc tantárgyat nem tudok mondani, mert mindegyik olyan jó. Mindegyik jó volt, és mindegyikben jól éreztem magam, amiben kellett. Milyen emlékeit fűznek az általános iskolához? Hogyan búcsúztál az osztálytól? Előadtunk ilyen műsorokat, meg egész végig hieskedtünk meg. Ugye most így, hogy most már nem vagyunk együtt, így tartani is kéne a kapcsolatot. A díjazott megyei és országos atlétikai versenyeken többnyire dobogós helyezéseket ért el, emellett a Marosmenti utánpótlás futballklubnál is játszik. A Balagó szeptembertől a Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképzőiskolában folytatja tanulmányait. Már nagy hagyománya van annak, hogy a makói és a kistérségi nyugdíjasok időről időre összegyűlnek. Szombaton Marosmenti településünkön találkoztak egy mulatság keretében, melynek az Andi konyhája adott otthont. A találkozó megszervezését a Szépkorúak Nyugdíjas Klubjának tagjai vállalták. A szervezetet még 2016-ban alapította Takács Ferencné Rózsika. A vezető televíziónkkal megosztotta, nagy örömére szolgál, hogy ismét ilyen szép számban összegyűltek. Nagylak, aztán Békés Sámson, a makói, Girizdes, akkor Hagymás Makó, tehát a Szépkorúak Klub, aki most jelen pillanatban mit csináljuk, a Vertán telep, tehát rengeteg
Csanád Alberti, Csanád Palota, tehát rengeteg, 15 klub van, és 160-an vagyunk. Az eseményen jelen volt dr. Hadik György önkormányzati képviselő is, aki televíziónkkal megosztotta, hogy a városvezetés az infrastruktúrális fejlesztések mellett igyekszik mind az ifjúságnak, jó példa erre a Makói Fiatalok Akadémiája, mind pedig az idősebb korosztálynak megteremteni a megfelelő közösségi kikapcsolódási formát. Ezért is támogatják a nyugdíjas klubok működését is. Az emberek boldogok, örülnek annak, hogy összetudnak jönnek, örülnek egymásnak. Ez volt a célunk. Nem csak az épületeket létrehozni, hanem valami egy új kapcsolatot az emberek között. Egy nyitottabb önkormányzatot, egy nyitottabb várost, és egy szeretetteljesebb kapcsolatot az emberek között. Ez a lényege, azt hiszem, a munkáknak. Örülök, hogy megvalósul. A Beton Pillangók tánccsoport is szórakoztatta a jelenlévőket, akik nagy kedvel vettek részt az eseményen. Lázasan készültünk erre az alkalomra, külön meghívókat küldtünk a vidéken élő, tehát a kistérségi klubvezetőknek. Eddig csodálatos volt a hangulat, lesz egy nagyon finom vacsora. Nagyon szívesen jövünk, és minden klub szívesen megy egymáshoz, mert ezek a találkozások is már ismerősökhöz jövünk, kapcsolatok alakultak ki, barátságok szövődtek más települések klubtagjaival is, ismerősként találkozunk, integetünk egymásnak, beszélgetünk. A rendezvényen a tombola húzás sem maradhatott el, valamint az élőzenének köszönhetően az önfeled hangulat garantált volt az összejövetel további részében is. A makói Szent László király plébánia templomban a névadó Árpád-házi királyunk életére emlékeztek a hitközösség tagjai vasárnap egy ünnepi szentmise keretében. A szertartás meghívott vendége dr. Gruber László, szentesi plébános volt, aki 20 évvel ezelőtt az említett helyszínen tartotta első szentmiséjét. A szokásokhoz híven sor került a közösségben működő cserkész csapat új tagjainak eskütételére is. Védőszentjére, Szent László királyra emlékezett a hitközösség vasárnap délelőtt. Árpád-házi királyunk embertársaihoz és a hithez fűződő szoros kapcsolata a mai kor embere számára is példaként járhat elől. Az ünnepi szentmise meghívott vendége dr. Gruber László szentesi plébános volt, aki stábunknak az ünnep mondani valójáról beszélt. Jézus bennünket a kettős szeretet parancs által megélésre hív, hogy Istent mindenek fölött szeressük, és a fele barátainkat pedig úgy, mint saját magunkat, és ennek a megélésében volt kiváló példa és követhető példa a mai korok embere keresztényé számára is Szent László király, aki Istent mindenek fölött szerette, szolgálta, mint király, mint szent király, és a fele barátait is, a rábízottjait is nagy szeretettel, mint király óvta, védte, gyámolította a magyar népét. Hozzátette, megtiszteltetés számára, hogy újra ebben a templomban celebrálhat. A búcsún részt vett Kádár József önkormányzati képviselő is, aki elmondta, fontos, hogy a városunkban élő fiatalok számára a városvezetés közvetítse az alapvető értékeket. Önkormányzatunk számára azért is fontos, hogy a magyarságunkat meg tudjuk őrizni, tehát minden olyan történelmi jelentőségű esemény, illetve történelmi jellegű személyiség, akik meghatározóak voltak a magyarság életében, azokról megemlékezzünk. Én úgy gondolom, hogy ez a mai nap is erről szól. Kiemelte, ez azért is fontos, mert a felnőtté válás folyamatában elsődleges, hogy milyen közösségek tagjának mondhatja magát az ember. A hagyományokhoz híven sor került az itt működő 1509-es számunk Szent László cserkész csapat új tagjainak eskütételére is. Miklai István, a csapat parancsnoka tevékenységükről beszélt. A cserkészet az egy ifjúságnevelő mozgalom, a cselekedve tanulás az egyik fő elvünk, illetve az, hogy kis közösségeket, őrsöket hozzunk létre, hogy meglegyen a milliója ennek a cselekedve tanulásnak. Körülbelül ez a cserkészet alapja. Aztán ezt sok mindennel ki lehet tölteni, mi leszoktunk járni a Marospartra, a nagyokkal már evezni is járunk, a játék, a dalolás, az együttlét, a megtanulni főzni, megtanulni tüzet rakni, sátort állítani, jól érezni magunkat a táborba, nyáron, az erdőbe. Körülbelül ezek így a cserkészetnek a sarokkövei. Dr. Gruber László plébános a szertartás folyamán a hívőket arra bátorította, hogy Szent László királyunk példáján törekedjenek a teljes és alázatos életre.
Az idei makói nyár műsorát a Páratlan páros című kétrészes komédia indította a Hagymaház szabadtéri színpadán. A prózai darabban olyan nagyszerű színészek szórakoztatták a nagy érdeműt, mint Cseke Péter és Szerednyei Béla. 1985. decemberre óta, azaz 34 éve a Madách Színház társulatának előadásában töretlen sikere van a nagyszerű komédiának, amelyet Rékóni színész vígjátékíró alkotott meg. A darab már elérte a 900. előadást, amely Magyarországon rekordszámnak számít a prózai művek tekintetében. A történet főszereplőjét John Smith-t Cseke Péter játsza, aki a cselekménybe avatja be stábunkat. Nagyon sok szálon működik a történet, és valóban ez a középpontja, hogy van egy taxisofőr, akinek két felesége van, van egy barátja, aki ebben megpróbál neki segíteni, ezáltal még jobban összekuszál a szálakat. És gyakorlatilag 6 szereplője van az előadásnak, 2 rendőr van, mind a 2 helyiségben vagy kerületben van egy rendőr, aki nyomoz utána. Stanley jött! Ó, túlérted, édes öregem! Kutya bajom! Szegény, szörnyen nézek ki. Pardon, a főső lakó, Stanley Curtis. Maga pedig Zsaru, nem? Trotten felügyelő, tündődönős. Ki hitte volna, tudja, teljes ember meséltél az egészet. Halló, kiütöttél egy csomó huligánt pedig... A helyzet komikum másik szereplője az igazán jó barát, akit Szerednyei Béla alakít. A művész az általa immár fél ember öltőnyit játszott karakterről mesélt. Albérlőről van szó, aki mindenbe belekotnyeleskedik, és ezáltal a helyzetkomikumok, amiket a Rékuni ebbe a darabba megírt, azok még viccesebbek lesznek, mert ő összekeveri a nagy segítség akarásban ezt az egészet. Tehát egy hozzám eléggé közel álló szerep. A kusza történet, mint ahogy már elhangzott, 2 különböző lakásban történik, 2 eltérő feleséggel. Míg az egyiket Kökényesi Ági alakítja, addig a másikat Tóth Enikő formálja meg. Nagyon nő. Tehát nagyon nő, temperamentumos, igen, egy tehát amit mondtam az elején, hogy a 2 nő teljesen más karakter. Tehát... De hát gondolom, hogy azért is választ a taxisofőr 2 különböző nőt, mert mind a kettőben más lát meg. A darab a Marosparti településen is bebizonyította, hogy a komédia adta helyzetek és karakterek mindig mosolyt tudnak csalni a nézők arcára. Hosszabb összefoglalónkat a Csütörtöki Társalgó című színes kulturális magazinunkban tekinthetik meg. A legváltozatosabb mozgásformákban mérhették össze rátermettségüket immár 5. alkalommal a TNT Challenge-en induló csapatok az Erdei János Városi Sportcsarnokban. A rendezvény hagyományosan számos funkcionális sportot tömörít magába, így mindent be kellett vetniük azoknak, akik a dobogóra szerettek volna lépni. A sportesemény apropóján ebben az esztendőben 10 csapat érkezett városunkba. Cilbus Gábor alpolgármester a verseny elején sok sikert kívánt a résztvevőknek. Mint mondta, öröm látni, hogy egyre többen űzik ezt az összetett mozgásformát. Látható, hogy igenis ennek a sportágnak is van létjogosultsága, hiszen nagyon sokan vannak azok, akik nap mint nap rendszeresen ezt a sportágat űzik. Én, amikor bejövök a sportcsarnokba, a makói csapatnak a tagjait rendszeresen itt találom, és biztos vagyok benne, hogy rendkívül mód felkészültek a mai versenyre. Sípos András, a Tier Gym Makó szakmai vezetője évek óta koordinálja a rendezvényt. Televíziónknak elmondta, hogy mire próbálják helyezni a hangsúlyt már 5. éve. A versenyzők szabadon tudják egymást cserélgetni a feladatok közben, mindenkinek az erősségéhez képest tud benne részt venni, így nem csak mégis azok a versenyzők, akik már magas szinten űzik ezt a sportot, hanem esetleg akik kezdőbbek, vagy csak egy pár hónapja, egy fél éve, vagy akár egy éve csatlakoztak be ebbe a mozgásrendszerbe, is bátran el tudnak indulni, erősebb versenyzők, ki tudják magukat próbálni. Hát inkább próbáltuk az amatőr sportolókra fektetni a hangsúlyt. Kiemelte, ebben az évben újdonsággal is készültek. A versenyzőknek egy légpuska lövészetállomáson is jól kellett teljesíteniük. Simon Róbert a makói nyerőmű csapat színeiben indult, másfél éve került kapcsolatba ezzel a mozgásformával. Van saját testsúlyos feladat, van például evezés, biciklizés, futás, sok súlyemelés van benne, erőemelés is, és ezeket kombinálja ez az egész sport, amiben az a nehéz, hogy mindenben jónak kell lenni.
Többek között Szegedről is érkeztek versenyzők. Ménesi Mátyás a szegedi Cross Gym Track edzője. Elmondása szerint plusz kihívást jelent a sportolók számára, hogy szorosan együtt kell működniük társaikkal. Az, hogy csapatban mennyire tud valaki dolgozni, az gyakorlás kérdése. Össze kell szoknia a csapatnak, az embereknek, sokszor szinkronban kell csinálni a feladatokat. Ez kicsit nehezebb olyankor, és nem csak a saját feladatodra kell figyelned, hanem a társadra is, mert hogyha gyorsabb vagy nála, vagy lassabb vagy, nem egyszerre csináljátok, akkor már nem érvényes a dolog. Az összecsapások végén első helyezést ért el a Strong Body Szeged, második helyen végzett a ZAB Falatok 2.0, őket pedig a Strong Body 2.0 csapata követte a dobogón. Ezek mellett minden résztvevő egy külön erre az alkalomra készült plakettel lett gazdagabb, valamint odaítélték Cirbus Gábor felajánlásából Makóváros alpolgármesterének külön díját is. Érkezzenek legfontosabb híreink, még egyszer röviden. Idén is átadták a Gyémánt híd díjat. John Smith Makón is összekuszálta a szálakat. Egységben az erő. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, ezt követően az M-Club Singers és vendégeinek zenepavilloni koncertjét láthatják, majd a nyári Operett gálába nyerhetnek bepillantást. Ezután Heti Reakció című műsorunkkal jelentkezünk, később pedig a Kísérletek a fizika hőskorából című ismeretterjesztő sorozat 5. részét mutatjuk meg önöknek. Kedves nézőink, ez volt a keddesti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!